mához, jó? Tehát a kérdés nem véletlen. De az, hogy alá tudtál dolgozni a mennyes. Én is jön a kérdés, hogy miért, vagy hogy működött. Na de azért, mert... Ezt kezdtel elmondani, amikor belebeszéltem. Azért, mert akkor mondtam én már előtte, 98-ban vereség, akkor engem megválasztottak pártelnöknek és frakcióvezetőnek is, ugye Horth Gyula akkor már lemondott a vereség után, és azt mondták, most ez a büntetés, mert hogy nem vállaltad el a pártelnök miniszterelnök posztot, és akkor elkezdtünk a vereség után talpra állni, és 2000-ben már lehagytuk a Fideszt. Én akkor nagyon, hogy mondjam, jól éreztem magam ebbe a szerepbe, és ahogy közeledett ugye a 2000-ben, akkor már fél időben voltunk, és akkor megkérdezte egyszer a sajtó, hiszen május 1-e volt Liket, és ott nagy sajtó volt, és kérdezték, hogy ki lesz 2002-ben a miniszterelnök jelölt. Mondtam, az lesz, akivel a legnagyobb lesz az esélyünk választást nyerni. Nem ön lesz? Hát mondom, ha velem lesz a legnagyobb esély, akkor akár én is lehetek, de nem ezt tartom a fontosnak, hogy én legyek, hanem hogy az legyen, aki. És mondom, ma 2000-ben, 2000 május 1-én nem tudom megmondani, hogy ez én leszek-e, vagy valaki más lesz. Eljött a 2001, aztán jött a 2002, és én úgy éreztem, hogy ugyanakkor már éppen az ellenzéki pozíció miatt akkor már kénytelen voltam a gazdasággal, meg mással, kultúrával, egészségügyel, mindennel foglalkozni. Na tehát azért a megyesi gazdasági tudásához az enyém közel nem jött még. Tehát hiába mondjuk pártelnökként azért nekem ezt is figyelni kellett. Én egyébként nagyon fontosnak tartom, és aztán a sikernek ez is titka volt, hogy a párt vezetést, az elnökséget nagyon csapatként működtettem. Én borzasztóan szeretek csapatba dolgozni, akár úgy is, mint a csapatnak a tagja, akár úgy is, mint a csapat vezetője. Nagyon